A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Parallaxis, az emtv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Sziasztok, ez itt a Parallaxis podcast 9. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám, Tamás. Ahogy az lenni szokott, nincs Parallaxis kollégáim, az Impulzus podcast admirális a Farkas Csaba és Vince Miklós, az MTA ELTE fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa nélkül. Köszöntelek titeket Skype-on keresztül, és természetesen a hallgatókat is. Az előző adásunkban az elmúlt bő 3 hónap legizgalmasabb híreit állítottuk szubjektív toplistába, most pedig egy újabb ötös következik, méghozzá egy filmes. De még mielőtt elkezdődne a visszaszámlálás, következzen egy rövid bejátszás a közösség találkozó egyik házigazdája, és Tuvok magyar hangja Holnándor, illetve a Parallaxis adás hangja Barátáron közreműködésével. No meg egy kis játék. Barát Áron vagyok, a Friendship közösségi flottás űrhajó kapitánya. Kérem, azonosítsa magát. Itt Holnándor, Tuvok magyar hangja a USS Voyager föderációs csillaghajóról. Éppen a földre tartok, de ion viharba kerültem, és megsérült a reaktor. Szeretnék odaérni április 5-ére a kapcsolatfelvétel napján tartott űrszekerek közösség találkozóra, ahol szerély személyem lesz az egyik műsorvezető. És ha már ott vagyok, maradok is, mert másnap, április 6-án lesz az első űrszekerek mozibuli, ahol egyebek mellett a kapcsolatfelvétel című 8. Star Trek filmet is műsorra tűzik. Jelen helyzetemben azt tűnik logikus döntésnek, ha a segítségüket kérem. Természetesen segítünk önnek, Mr. Tuvok. Akarom mondani, Nándor, készüljön az átsugárzásra. Energiát! Mr. Stone, új irány a 001-es szektor. 8-as fokozat. Indulás! Április 5-én ünnepeljük tehát a vulkániak érkezésének mínusz 44. évfordulóját a Vault 51-ben az Oktogonnál, ahol ott leszünk mi is, és a Parallaxis kerekasztal körül beszélgetünk majd tovább az ingyenes űrszekerek közösség találkozón. Másnap, április 6-án, szombaton pedig a Pólus moziban délután 17:30-tól várunk mindenkit szeretettel, ahol este 8 órától levetítjük a kapcsolatfelvétel című mozifilmet is. Utóbbira belépőt az a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu oldalon tudtok váltani, vagy most nyerni nálunk. Nincs más dolgotok, mint április 4-én éjfélig elküldeni annak a 3 szereplő magyar hangjának nevét, akik az első térváltáskor fent ültek a Phoenixen. Tehát a magyar hangok neveit várjuk április 4-éig, a megfejtéseket pedig a podcast@emtv.hu címre küldhetitek. A helyesen válaszolók között egy páros belépőt sorsolunk ki az űrszekerek mozibulira. Április 5-én, pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer Barban a 6. kerület, Ó utca 51-ben az Oktogonnál, ahol welcome drinkkel, tortával, tombolával, cosplay versennyel, az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével, valamint a Star Trek sorozatok és filmek magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztalokkal, illetve csillagbár kvízzel várunk. A műsorvezető Szórádi Erika és Tuvok magyar hangja Holnándor. A belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton 17:30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen. Ugyanis megrendezzük az első űrszekerek moziburit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol egyebek mellett a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi szinkronos vetítésével, annak verkfilmjével, valamint az első saját gyártású dokumentumfilmünk premier előtti bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásáért a mozibulira látogass el az a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra. Ha nem tudsz ott lenni, se baj, nézd április 5-én és 6-án a Paramount Channel, az RTL Spike és a Film Plus kapcsolatfelvételnapi Star Trek programját. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Duck Synchro Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus mozi biztosítja. We'll be right back.
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Kezdődjön hát a toplista, a szó pedig Miklósé. Először elmondom, hogy miről is van szó. Tehát, hogy most olyan űrkutatási, űrhajózási témájú filmekről állítottunk össze egy listát, amik mondhatjuk, hogy valós történelmi eseményeken alapulnak, tehát olyan űrkorszakbeli fontos űrrepüléseket, vagy több űrrepülést, több űrprogramokat dolgoznak föl, amelyek valóban megtörténtek. Most ezeket vizsgáljuk tök szubjektív szempontok alapján, ilyen szempont például a hitelesség, persze az is, hogy szórakoztató-e a film, de most nem a filmművészeti aspektusok fognak elsősorban dominálni. Nyilván, amihez mi értünk, az elsősorban az, hogy ennek vajon mennyi köze van a történelemhez. Tehát a történelmi hűség az mondjuk egy fontos szempont, de nem csak ez alapján raktuk sorba. Tehát egy ilyen lista fog következni, tehát még ez egy ötös lista, és persze hátulról előre felé fogunk haladni. Miklós, te vágod ezeknek a hátterét egytől egyig, úgyhogy ugye itt kiszokták írni a stáblista végén, hogy valós eseményeken alapul, de azért dramatizáltak a dolgon. Úgyhogy szerintem tökre jó lenne, ha elmondanád, hogy mennyiben dramatizáltak a valós történteken, és mennyit látunk a filmkészítőknek a fantáziájából majd. Igen, igen, erre mindenképp ki fogunk térni, és ez is persze mindegyik, a lista mind az öt helyezettje esetében más-más szintű realisztikusságról beszélhetünk. A nagyon elrugaszkodottól egészen a tök majdnem szinte pontos történelmi hűségig, szóval ez is egy érdekes szempont mindenképpen. Na és akkor belecsaphatunk-e a lecsóba? Bele. Na, hát akkor kezdjük is a listánk ötödik helyével, ami hát sokunk által nagyon kedvelt film. A The Right Stuff, vagyis az igazak, ami Tom Wolfe azonos című regénye alapján született. Ugye a regény, és egyébként a film is természetesen, lényegében a Mercury programot dolgozza föl, tehát az első amerikai emberes programot, hozzácsapva előzményként, vagy hát félig meddig talán, mint hogyha egy külön történetként, de hozzá van csapva nagyon helyesen az 1947-es hanghatár áttörése című buli. Ugye 47-ben volt az, amikor Chuck Yeager, amerikai berepülő pilóta, a későbbi Edwards légitámaszpont, akkor még nem így hívták, fölött először X1A repülőgéppel, kísérleti rakétarepülőgéppel áttörte a hanghatárt, és hát ugye ezen keresztül a film is és a könyv is bevezet minket. Ezek tényleg első lépések. Valóban az űr ostromlásának az első lépéseit láthatjuk itt. Bizony, bizony. És mint mondtam, a könyvet talán 76-ban vagy 78-ban írt a Tom Wolfe. A film az viszont a 80-as években készült. Mikor is, Csaba? Én azt gondolom, hogy azt úgy időzítették, hogy John Glenn elnök választási kampányával essen egybe, ugyanis kevesen tudják, de John Glenn az első amerikai űrhajós egyébként az Egyesült Államok elnök jelölt jelöltje volt. Tehát demokrata színekben elnök jelöltségét indult, és végül is a demokrata konvenció végül nem őt választotta meg az ominózus elnök választáson jelöltnek. Egyébként Ohio állam szenátora volt John Glenn, és neki az ő kampányidőszakában jött ki a film, ilyen módon 84-ben. Így van. Tehát 84, ugye tudjuk, hogy 84-ben még Ronald Reagan nyert második kört, igaz? És tehát nem is a demokrata jelölt nyert, de nem is John Glenn volt a demokrata jelölt, de már majdnem. Tehát majdnem John Glenn lett az Egyesült Államok demokrata párti jelöltje. Nos, ennek megfelelően a film is úgy mutatja be John Glennt, mint a hét amerikai Mercury űrhajósnak tényleg a morális iránytűje, tulajdonképpen Ed Harris játsza John Glennt, és egyébként a megboldogult magyari Béla kiképző űrhajósunk, emlékszem jól, egy beszélgetés alkalmából, amit beszélgetünk ezekről a filmekről, és akkor méltatta nekem, hogy tök jó ez a film, mert hogy még úgy is néznek ki a karakterek, hogy például az Ed Harris az még tényleg hasonlít is. De ez egy végestelen hosszúra nyújtott film, és hogy igazából... Több, mint nagyon... 3 órás. Úgyhogy készüljön az, aki gyakran jár kisilni, vagy több szünetet kell majd tartani a nézés közben. Igen. Egy kicsit hatásvadász módon túl van tolva a film, annak ellenére, hogy elég jól követi egyébként a valós történeteket, tehát, hogy jól megjelenik benne az űrhajósok kiválogatása során a tortúra, az, hogy mennyi minden betegorvosi teszten kellett nekik keresztül esniük, aztán természetesen azért elég nagy adag artistic license van, tehát dramatizált eseményeket látunk, olyan eseményeket, amik baromira nem úgy történtek, csak hogy a
cselekmény szálát megmutassák, ezért például, amikor az űrhajósok nekidurálják magukat, és azt mondják, hogy na most már aztán szedjük össze magunkat, és akkor most már szóljunk oda a mérnököknek, hogy most aztán már kapjuk össze magunkat, mert hogy itt az ideje repülni, és akkor van egy ilyen jelenet, hogy a 7 űrhajós gyorsan szépen felveszi az űrruháját, és oda masíroznak a mérnökökhöz. Na hát ilyen olyannyira nem volt. Egyetlen olyan alkalom a valóságban, ahol mind a 7 Mercury űrhajóson egyszerre rajta volt az űrruha, az egyetlen egy közös fotózás volt az űrruhagyártó telepen valamikor 1960-ban, és egyébként soha nem volt többé ilyen eset. Azért a filmben, mert hogy az jól néz ki, ott rengetegszer előfordul, hogy 7 űrhajós úgy az gyönyörű ezüst színű Mercury űrruháikban egyszerre masíroznak, meg hát persze rengeteg apró pontatlanság van a filmben, tehát szeretjük, ezért került rá a listára, ami miatt mégis 5. az egy kicsit a túltolt hatásvadász megjelenítés, ami nekem egy kicsit olyan, ami a könyvben még pont zseniálisan el van találva, de a filmben már egy kicsit túl van tolva, és persze tudom, hogy az mindig egy gáz dolog, amikor egy könyvet megfilmesítenek, akkor mindig ott vannak a huhogók, hogy ez nem olyan, mint a könyv. Hát most én vagyok az a huhogó. Valószínűleg, ha nem olvastam volna rongyá a könyvet, akkor a film és sokkal jobban tetszett volna, és akkor most nem az 5. helyen lenne, de hát így is nézze meg mindenkit, csak ahogy Ádám is mondta, azért rá kell hangolódni, meg rá kell szánni azt a 3 órát. Főleg, hogy Csaba mondta, de semmi gond nincsen. És egyébként azért a filmmel, vagy hát ezzel a történettel kapcsolatban, vagy a könyvvel kapcsolatban azért el kell mondani azt, hogy hamarosan ugye egy néhány részes minisorozat készül a National Geographic gondozásában. És nagyon kíváncsian várom, hogy ők hogy nyúlnak hozzá ugyanehhez a még egyszer zseniális könyvhöz, amit Tom Wolfe írt. És magyar fordításban is olvasható, és ajánlom mindenkinek. Szerintem menjünk is tovább a 4. helyezetre. Ha már ez olyan hosszú film, talán a listánkon talán a leghosszabb film, beszéljük erről a legkevesebbet, úgyhogy jöjjön is a következő, a 4. A 4. filmmel megtörjük a hollywoodi hegemóniát, ugyanis egy igazi orosz putyini filmipar által grundolt, és az Andy Vajna Isten nyugasztalja orosz megfelelői által rommá pénzelt orosz történelmi drámát, a Space Walker-t találjuk itt. Az eredeti címét ki se tudjuk ejteni. Kitudom, az az eredeti cím, hogy Vremya Pervih, ami azt jelenti oroszul, hogy az elsők ideje, utalva arra, hogy hát itt bizony az első űrséta történetéről van szó, és hát akkoriban még minden űrrepülés első volt a maga nemében, hiszen 1965-öt írunk, amikor ez a film játszódik, amikor is Alexei Arhipovics Leonov a Voszhod 2 fedélzetéről végrehajtotta az emberiség első űrsétáját. Akkoriban annyit tudott erről a világ, leszámítva azt a néhány száz beavatottat a Szovjetunióban, hogy minden tökéletesen sikerült, és fantasztikus űrsétá történt. Egyébként formabontó módon az orosz tévé élőben adta az űrséta elejét. Tehát képzeljétek el, hogy ezért ez egy ritka dolog volt akkor. Tehát az orosz űrkutatási program ugye nagy titoktartás közepette zajlott, és mégis azt, amikor Alexei Leonov a zsilip kamrán először kilépett, hogy az emberiség első űrsétáját végrehajtsa, azt az orosz tévé elkezdte közvetíteni. Aztán egy idő után félbeszakították az adást, és beadták a Mozart requiemet, és utána másfél napig keresztül nem volt semmi hír az űrrepülésről. Biztos el akartak titkolni valamit az oroszok. Hát volt mit, ezt most már pontosan tudjuk, hiszen amikor ledőltek a politikai falak, összeomlott a Szovjetunió, akkor azért azóta lehetett erről beszélni, és többek között maga Alexei Leonov is megírta a könyvében. Ráadásul Alexei Leonov ennek az egyébként remek filmnek a konzulense volt, úgyhogy a történeti hűség terén ez lényegesen jobban áll, mint az igazak, és a dramatizálás is pont olyan, hogy olyan események vannak a filmben, amiről azt mondod, hogy ez nem hiszed el, ez csak film lehet, de aztán utána olvasva kiderül, hogy ez így volt. Tehát elmondom röviden az egész történetet, pályára állt az űrhajó, Alexei Leonov kiszállt az űrsétára, de odakint egy tervezési hiba miatt az űrruha jobban felfúvódott a vákumban a kelleténél, ezért csak nagyon nehezen tudta magát visszagyömöszölni a zsilibbe, mégpedig másképp nem is sikerült neki az, csak úgy, hogy kinyitott egy szelepet, tehát elkezdte módszeresen kiengedni a levegőt az űrruhájából, hogy az összép húzódjon, mert másképp nem fért volna be. Aztán utána körülbelül újra kellett éleszteni szerencsétlent a fedélzeten, de ez még nem minden, hanem ráadásul utána volt egy probléma, hogy oxigén túltermelésbe kezdett a rendszer, mert egy szenzorhiba miatt a rendszer úgy érzékelt,
hogy folyamatosan szökik az űrhajóból a levegő, és ezért aztán telepumpálta oxigénnel az atmoszférát, ami egyrészt ugye rettentő veszélyes, hiszen égés veszély áll fönn, másrészt az űrhajósok gyakorlatilag oxigénmámorba kerültek, és gyakorlatilag majdnem elkábultak, sőt el is kábultak. Ezek után kiderült, hogy nem működik a visszatérő hajtómű, tehát az űrhajósok miután elhárították az oxigén túltermelést sikeresen, annak ellenére, hogy alig voltak maguknál, utána kiderült, hogy nem tud az űrhajó magától visszajönni, tehát a űrkutatás történetében, az orosz űrprogram történetében legalábbis először kellett egy kézi visszatérést végrehajtani, ami majdnem jól sikerült, csak egy tervezési hiba miatt az űrhajónak rossz helyen volt a súlypontja, ezért aztán potom 2000 kilométerrel odébb szálltak le, ahol egyáltalán nem várták őket, a tajga közepén, mínusz 30 fokban, Perm régióban, ahol nem találták meg őket a kereső osztagok, és konkrétan ott üvöltöztek a farkasok, meg minden, és hát másfél napon keresztül ott voltak, és majdnem halálra fagytak, mire aztán véletlenül egy rádióamatőr befogta az ő SOS jeleiket, és megtalálták őket. Két nappal később nagyon nehezen oda tudtak férkőzni a sítalpas mentőosztagok, és végül elvitték őket Moszkvába. Na, szóval ez még elmondva is durva, és ebben semmi túlzás nincs. Tehát ez konkrétan az emberiség történetének az egyik legbrutálisabban, hát a másfél napos űrrepülés, vagy nem, kézzel csak egy napos űrrepülés, plusz még az a két nap a tajgában, meg minden, vagy három nap, nem is tudom pontosan, hogy volt. Tehát ez aztán a legeseménydúsabb űrrepülés szerintem mindmáig, Kenterbe verve az Apollo 13-at és a többi legendát, úgyhogy ilyen értelemben mindenképpen, már csak maga a sztori miatt is, és egyébként tök jó a CGI is, meg minden, tehát az oroszok azért oda tették magukat, és a színészi munka is szerintem meglepően jó. Nem fest túl pozitív képet a Brezsnyev korszakról, tehát nem idealizálja túl a dolgokat, hanem igenis rámutat a nehézségekre, meg a szívásokra, meg a kapkodásra, meg hogy ebben szerelők haltak meg. Szóval minden nagyon ott van, szerintem ez egy jó film, úgyhogy megérdemli a negyedik helyet. Bármi, ami az űrben történik, az filmre való, tehát annyira eseménydúsak ezek a dolgok, hogy egyszerűen adja magát a sztori. Nem is kell mindig sokat dramatizálni a helyzeten, mert önmagából adódnak ezek az izgalmas szituk. Na meg az élet írja a legjobb forgatókönyveket mindig. De egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy ettől függetlenül, hogy ez ilyen, hát finoman szóval bénás sikerült, azért ez egy óriási nagy bravúr volt. Abszolút, és ez a része is szépen megjelenik a filmben. Csak tényleg az a durva, hogy tényleg itt évtizedeken keresztül abban nőttünk fel, vagyis főleg a szüleink generációja abban nőtt fel, hogy ezek a repülések tökéletesen sikeresek voltak, mert hogyha te kinyitott például az 1980-ban íródott, vagy 81-ben kiadott űrhajózási lexikont, akkor abban azt fogod találni, hogy ez egy tökéletesen sikerült elején, amíg kb. Addig, amíg ment az élő közvetítés, addig valóban az is volt. A szovjet űrprogram természetesen követelt emberveszteségeket. Sajnos 60-as, 70-es években 4 űrhajós is életét vesztette repülések során, de az csak a jéghegy csúcsa. Rengeteg olyan történet volt, amikor csak hajszál híján, szinte csodával határos módon menekültek meg a legénységek. Szerintem menjünk is tovább, az oroszokhoz majd még vissza fogunk térni, úgy érzem el listán, de jöjjön a harmadik helyezett. Harmadik helyezetünk egy friss film relatíve, mégpedig az első ember, The First Man, ami Neil Armstrongnak az életét dolgozza fel. Az életének egy szakaszát, egy fontos szakaszát, ez a szakasz az körülbelül 1960 és 69 közötti időszak, tehát nem konkrétan egy űrrepülést, és tényleg az űrrepülés az inkább csak a keretét adja az egész történetnek. Ugye itt Ryan Gosling játssza a karaktert, ugye Neil Armstrongot, és az ő élete jelenik meg onnantól kezdve, hogy az X-15 berepülő pilótaként repülgetett az egyébként már akkor a NASA alkalmazásában, tehát ő ugye civil pilóta volt Neil Armstrong, tehát nem a haditengerészet vagy a légierő, hanem a NASA alkalmazásában röpködött, és aztán utána bekerült a Gemini programba, és akkor bemutatja az kiképzését a Gemini program során, aztán az Gemini 8-as űrrepülését, és aztán az Apollo 11-es űrrepülést. És az egészben tulajdonképpen az vicc, hogy ennek ellenére az űrprogram az lényegében csak egy keret, mert ez egy személyes emberi élettörténet, egy olyan emberrel a középpontban, aki ugye elvesztette rákbetegségben a 3 éves kislányát, és akit ez így végig kísért, és többször előjött ez a gondolat, és közben elvesztette az űrprogramban a legjobb barátját, Ed White-ot, aki bent égett az Apollo egy tüzében. Tehát egy személyes történet a házasságával a középpontban, és a feleségével, a Claire Foy által fantasztikusan megformált Jen Armstronggal, és szerintem a Claire Foynak egyébként
akit egyébként ugye az Erzsébet királynő sorozatból, a Crownból is ismerhetünk. Szerintem zseniális alakítást nyújtott, és igazán megérdemelte volna legalább a jelölést a legjobb női mellékszereplő kategóriában az Oscarban. De hát ez már személyes vélemény, szóval ott nagyon... Mindig az űrhajós feleségek azok, akiknek a drámája a legjobban átjön a filmekben is, hogy mit élnek át, amikor elkezdődnek ezek a küldetések. Egyébként érdekes, hogy személyes inkább a film, és nem űrhajós film, mert nekem pont, hogy az űrhajós jelenetek azok, amik működtek igazán. Ha jól vettem ki, akkor az a koncepció, hogy mi mindig belülről nézzük az eseményeket onnan, ahol az űrhajós elhelyezkedik, sosincsenek külső felvételek, és nekem ez nagyon átjött. A személyes vonal az annyira nem. Ryan Gosling szerintem nem tudom elképzelni, hogy ő megszemélyesít valakit, tehát ő olyan, mint a Bruce Willis, ő egy Ryan Gosling, tehát nem tudtam elképzelni, hogy ő most Neil Armstrong arcot De az Armstrong gyerekek azt mondják, hogy ez kb. Hiteles volt, tehát lehet, én most nem tudom megítélni a Ryan Gosling színészi teljesítményét, de hát akkor valószínűleg a casting volt sikeres ilyen értelemben, mert a Ryan Gosling úgy Ryan Gosling, hogy akkor valószínűleg Neil Armstrong is egy Ryan Gosling lehetett. Ez lehet egyébként, csak nem tudjuk. Ugye hát őt én sem tudom, de tényleg megjelenik, rengeteg emberi vonással gazdagodik a Neil Armstrongról alkotott kép. Ugye Neil Armstrong egy eléggé elzárkózott figura volt, egyébként ezért aztán nagyon-nagyon jó, szerintem nagyon jó választásnak bizonyult, hogy az Armstrong lett az első ember a Holdon, nyilvánvaló technikai pilóta kvalitásai mellett azért is, mert ő alkalmas volt arra, hogy ezt az ikon szerepet az élete hátralevő részében méltósággal végigcsinálja, és ezt elsősorban a visszavonultsága tette lehetővé. Most kontrasztnak ott van az egyébként a filmben egy gyökérként bemutatott Buzz Aldrin, aki az ő... megformálással. Igen. Van. Valóban, igen, rettenetesen antipatikus karaktert írtak neki, de van annak valóság alapja azért, tehát az Aldrin azóta ő meg teljesen ő a sztárok a jégen, meg mindenféle ilyen amerikai műsorban, tehát ő médiamániás, ő folyamatosan a képernyőn akar lenni, ő gyakorlatilag bizonyos értelemben már egy ilyen műsorban tán szabad ilyet megjegyezni minden tisztelet ellenére, de kicsit túltolja, néha szinte már bohócot csinál magából. Persze azért óvatosan 1930-ban született úrról van szó. Tehát mindenképpen kijár itt abszolút a maximális tisztelet, és egy közel 90 éves emberről beszélünk, de tényleg egy csomószor túltolta magát, túl sok volt, de nem csak most, 20 évvel ezelőtt is. Hogy kérdezzek valamit, ha már itt pont az első embernél tartunk, azért nekünk is van egy első emberünk, Farkas Bertalan. Mit gondolnátok arról, hogy mondjuk az ő repülését, felkészülését, életét teljesen mindegy, is mondjuk megfilmesíteni, mondjuk Magyarország? Ezt én nagyon jó ötletnek tartanám mindenképpen. Egyrészt azért, mert jövőre, 2020-ban lesz a repülésének a 40. évfordulója, és másfelől pedig azért, mert ha majd eljutunk a listánk első helyére, akkor azt fogjuk látni, hogy valójában technikailag már minden olyan díszletet megépítettek orosz barátaink, ami egy Farkas Berc is, vagy akár egy interkozmoszos filmnek, vagy filmsorozatnak az alapjául szolgálhatna. Tehát gyakorlatilag egy spin-offként abszolút elképzelhetőnek tartanék egy ilyet, és szerintem tök érdekes lenne, ha nem is csak a Farkas Bercit, de az egész közép-kelet-európai interkozmosz, tehát a KGST vagy a Varsói Szerződés országai között létrejövő űrkutatási kollaborációt megfilmesíteni valamilyen formában. Szerintem érdekes korrajz lenne, meg van is egy kis romantika, egy is retro utánérzés ez iránt, a korszak iránt. Szerintem van egy igény, tehát ezt a filmet szerintem megnéznék, úgyhogy légy szíves, legyetek szívesek ti is, hogyha van rá módotok, akkor propagáljátok ezt az ötletet. Mit gondoltok, hogy eddig miért nem történt ez, meg miért nem merült föl? Mostanában azért az elmúlt években a magyar filmgyártás, meg úgy egyébként is a
a világ filmgyártása Amerikán kívül is egyre nagyobb nemzetközi népszerűségnek örvend. Azért az űrhajós filmek mindig, meg életrajzi filmek mindig azért nagyon erős tartalmak szoktak lenni, tehát üzleti szempontból is. Hogy még nem merült vajon fel ez az ötlet? Én úgy veszem észre, hogy óvatosak a filmesek a világűrrel kapcsolatban. Nem csak itthon egyébként, hanem ez külföldön is mindig megfontolást igényel. Ha nem egy olyan hatalmas esemény, mint a Apollo 13, vagy valami, amit az emberek egyértelműen azonosítanak, akkor az azért kockázatos. Ahogy mondtátok, itt nagyon nagy a nosztalgia faktor, és van egy olyan generáció, aki erre azonnal ráugrana, és nagyon szívesen várná. De mi a helyzet a fiatal emberekkel? Gondoljatok bele, hogy kik járnak most moziba. Nem biztos, hogy egy Farkas Bercis filmmel, és én is hozzáteszem, hogy teljes tiszteletem meg minden, meg lehet szólítani most egy moziba járó közönséget. Én úgy veszem észre, hogy itt magyar vonalon inkább a távoli történelem és ilyen kosztümös drámák, azok, meg filmek, vígjátékok azok, amik inkább dominálnak. Ez az űr téma, ez teljesen kiaknázatlan, és a sci-fibe is nagyon, nagyon félve mennek belemenni. Azért valószínűleg itt a technikai szempont is közrejátszik, mert azért ezt nagyon könnyű úgy megcsinálni, hogy gagyi legyen. Azért tényleg, tehát az eddig felsorolt filmek azok, és amik most jönnek azok is természetesen, azok kitűnőek abból a szempontból, hogy nagyon realisztikusan mutatják be az űrhajó belsejét, a súlytalanságot, ezt az egész hóbelevancot, de hát azért lássuk be, hogy ezt azért nem triviális filmművészetileg megoldani. Kicsit visszakanyarodva egyébként az Armstrong filmhez, az első emberhez, azt nem tudom, észrevettétek a filmben, hogy kifejezetten, mintha direkt mocskosnak meg lelakottnak ábrázolnák az űrhajókat. Igen, ez nyilván egy rendezői koncepció, pontosan, mint a leharcolt Millennium Falcon. George Lucas például kifejezetten arra hajtott, hogy olyan mocskosnak építse meg a Millennium Falcont, amilyennek egyébként az Apollo űrhajók feltűntek a visszatérés után, hiszen a legénység abban lakott egy-két hétig, és hát lepusztultak az űrhajók. Tehát valójában a Star Warsnál is ez megjelenik. Tehát itt az Armstrong film esetében hogy is hívták a rendezőt? Damien Chazelle. Ja, igen, Damien Chazelle, igen, ő volt a rendező, és hát az ő koncepció is nyilvánvalóan ez volt, hogy megmutassák a dolgoknak ezt a természetes voltát. Hát ők már leharcolva indulnak el a világűrbe. Ez az én bajom, hogy egy kicsit túl lehet tolva, mert itt még a Gemini űrhajónál már akkor is azt látott, hogy le van kopva a csatlakozó széle, amikor még kb. Épp, hogy csak beleültek a srácok, meg minden. Meg hogy az Apollo pedig azt űrhajón... nem piszkálják, ugye? Csak a szimulátorban baszogatják. Persze. És hogy az Apollo űrhajón a holdkomp ablaka kívülről mitől mocskos, arra máig nem kaptam épeszű magyarázatot. Na most a múltkor ugye mondtad, hogy te is jártál egy izraeli helyen, és azt akartam kérdezni akkor is, hogy ez tényleg úgy megy, hogy van egy makett, amin ott ilyen emberek körbeállnak, és a szakállukat simogatják, és ott gondolkodnak, és minden pont úgy meg van építve, mint odakint a világűrben, és közben úgy tartják a kapcsolatot? Hát annyira nem, én ilyet nem láttam ott. Most azt hiszem a repülés szimulátorokra gondolsz. Hát mert említetted, hogy valami makettet ott láttál a helyszínen. Hát, persze, hát vagy az nem arra van, az csak ilyen esztétikai? Nem, az, hát ugye amikor az emberek építenek egy űreszközt, akkor több modell is készül. Az egyik valóban egy mérnöki másodpéldány. Ez nyilván minden esetben készül egy identikus földi replika, vagy több. Ez fontos, például pont azért is nyilván, amikor problémákat kell a repülés közben megoldani, és tesztelni kell, akkor azt először letesztelik a másodpéldányon. De én voltam űrhajó szimulátorokban is annak idején, amikor a NASA-nál voltam vendégségben, és ott volt lehetőségem egy szimulációban is részt venni, és én ültem annak idején a megboldogult Space Shuttle és te is dokkoltál, szimulátorában. Hát a dokkolást azt hiszem elbénáztuk. De kellett volna. Hát jobb a szimulátorban dokkolni, mint ott meghúzni az oldalát, mint a valóságban, úgyhogy... Szóval igen, egyébként a szimulátorok is, meg minden tök realisztikus, nekem nagyon tetszett az a rész, amikor a Gemini 8 felszáll
a Gemini 8 a startját, a Titan 2 hordozórakét a hegyében, az tényleg, ahogy mondtad, belülről látjuk. Tényleg rezeg az egész, meg esik széllyel, meg minden. Az valószínűleg realisztikus azok alapján, amit olvastam a Titan 2-ről, ami egyébként egy interkontinentális ballisztikus rakéta, csak éppen űrhajót szereltek a hegyében, és hát ennek megfelelő volt a repülési módja is. Szóval szerintem nagyon sok minden nagyon jól elkaptak az ilyen kis technikai részletekből. Tudom, hogy azt mondtuk, nem műelemzés, de ha valaki nem tudja végignézni ezt a 2 órás filmet, legalább a Holdra szállás részét nézze meg, mert az annyira nagyon jól sikerült zenével, megkomponált leszállással együtt, hogy szerintem az a csúcsa ezeknek a valós űreseményeket feldolgozó filmeknek. Egyébként nem a Gemini 8 volt az a repülés, amikor olyan nagyon pörögni kezdtek az űrhajóban? De, és ezt nagyon jól bemutatja a film. Az a másik kedvenc jelenet, amikor elkezd forogni az űrhajó, és akkor annyira forog, hogy a centrifugális erő következtében látod, hogy a cuccok fölrepülnek a plafonra, meg az űrhajó falára, meg minden, és gyakorlatilag majdnem elájulnak Armstrongék. Ez is nagyon jól meg lett csinálva. De emlékeztek talán, hogy a film bemutatója környékén botrány volt abból, hogy az amerikai zászló kitűzését a Holdról, azt nem mutatja be a film, és akkor emiatt hazafiatlannak titulálták ezt a művet, és volt is belőle elpatvar. Húha, hát ez már ilyen politikai dolog. Hát bizony. Tehát, igen, de ez nevetséges, tehát aki megnézi, az látja, hogy itt ezért nagyon, nagyon rendben van minden, ilyen szempontból is, és egyáltalán nincs kisebbítve itt Amerika szerepe a dologban, és de mégis igyekeznek úgy bemutatni a dolgot, ami a holdsétát mutatja be, hogy ez az emberiség közös eredménye, és ez szerintem nagyon helyén való és szép. Egyébként egy ilyen Gemini 8-as forgás mondjuk egy szimulátorban az elég megterhelő, izgalmas lehet. Én a magam részéről legközelebb ilyenhez akkor jártam, amikor 90-es években ellátogattunk a Vidám Parkba, már a megboldogult Vidám Parkba, és ott fölültem az űrhajóra, vagy űrhajóba. Biztos ti is, meg a hallgatók is emlékeztek rá, de szerintem menjünk is tovább, ha már szóba jött az, hogy ha probléma van fönn, akkor ugye itt lent próbálják megoldani. Jön a második helyezettünk, szerintem nyugodtan mondhatom, hogy talán a mindannyiunk egyik kedvenc filmje ez. Bizony, és a hallgatók ebből talán ki is találhatták, hogy miről van szó. Ez az Apollo 13, természetesen Ron Howard filmje 1995-ből, ami konkrétan az a film, ami miatt én elkezdtem az űrkutatással, aztán csillagászattal, aztán fizikával foglalkozni, tehát amikor én 11 éves koromban apukámmal elmentem megnézni ezt a filmet a moziban, annak rengeteget köszönhetek, és aztán általános iskolás koromban volt egy osztálytársam, aki aztán videón is megszerezte nekem, tippelhettek, hogy ki volt az, de az Ádám volt. Bár talán ilyen kulisszatitkokat nem illik elárulni egy ilyen profi műsorban, de a lényeg az, hogy rongyosra néztem, és hát talán azt hiszem, hogy még az is lehet, hogy végig tudnám mondani fejből. Azt hiszem, állíthatom, hogy talán az etalon film, amikor az űrkutatási mozifilmekről beszélünk. Tehát... Ezt most azért mondjuk egyébként, mert ez tényleg nosztalgikus emlékeket idéz, vagy összehasonlítva ezekkel a filmekkel, tényleg kiérdemli, hogy ezt én mondjuk. Én szerintem tényleg kiérdemli technikailag is egyrészt. Tehát képzeljétek el, hogy ezt a filmet ugye úgy forgatták, hogy egy az egyben léptékű replikákat építettek az űrhajóból, azt betették, NASA KC-135-ös Vomit Comet becenevű repülőgépet a súlytalanságra edzik, parabola repüléseken, beletették a színészeket, tehát igazi léptékű, realisztikus űrhajó modelleket fölvittek igazi súlytalanságba, és ott forgattak egy filmet. Ugye nem véletlen, hogy többnyire nem találtok az űrhajós jeleneteknél 20 másodpercnél hosszabb snittet. Ennek az az egyszerű oka, hogy ilyen súlytalansági parabola repüléseken ennél hosszabb snittet nem lehet csinálni, mert 20 másodpercig lehet súlytalanságot előidézni kb. Egy ilyen szabadon eső, zuhanó repülőgépen. Én nem is tudtam, hogy azt... Én azt hittem, hogy azért úgy, mint ahogy általában az űrös filmeken szokás, különböző hevederekkel föl vannak csatolva, valóban súlytalanságban forgatták ezeket a jeleneteket. Óriási. Nem is tudtam. Több díszletet csináltak. Voltak olyan jelenetek, amikénél a hevederes megoldást csináltak, amikor nem volt szükséges, nem volt benne olyan nagy mozgás, vagy bukfencezés a levegőben, akkor persze ők is azt csinálták. De a jelenetek többsége az valóban a parabola repüléseken készült, valódi súlytalanságban.
Hadd kérdezzem meg nektek, mi a kedvenc jelenetetek ebben a filmben? Hát én nekem nem csak a filmben, hanem én először a könyvet olvastam el, bár már a film után volt, de Jim Lovell nyilván ezt még a film előtt írta, hiszen ez alapján készült maga a mű, de én a könyvet azt már úgy kaptam meg, hogy a Tom Hanks-es borítóval, tehát a könyv alapján készült, film alapján készült könyvet olvastam én, de ez természetesen Jim Lovell eredeti regénye volt, és ott van egy nagyon emlékezetes jelenet, ami talán a könyvbe többször is visszatér, a filmbe csak egyszer, amikor ugye elmeséli, hogy hogyan kell leszállnia tök sötétben mindenféle műszer nélkül az anyahajóra. Ez nekem annyira megmaradt, hogy mindig, amikor kellemetlen helyzetbe kerülök, akkor arra gondolok, hogy ez milyen kellemetlen helyzet, és örülök neki, hogy ahhoz képest én soha nem fogok tudni ilyen húzós szituációt átélni. Szóval nekem ez a kedvenc jelenetem. Igen. A filmben ez úgy jelenik meg, hogy ugye nézik a tévét az űrrepülés közben a Marilyn Lovellék, és akkor előre felvett interjú részleteket adnak be, amiket az akkor épp távol levő űrhajósokról még a repülés előtt fölvettek, és akkor ott a Tom Hanks, mint Jim Lovell elmeséli a sztorit. Tehát ez is nagyon intelligensen és jól volt adagolva, ugye, hiszen Lovell, a Lost Moon című regénye, amit magyarul valóban Apollo 13 néven jelentettek meg, amiből a film is készült, az ugye sokkal több sztorit tartalmaz, mint magát a repülést, és ott is nem egy lineáris időkezelés van a könyvben, hanem egymást váltják az űrrepülésről szóló fejezetek, meg a visszaemlékező fejezetek, és tök intelligensen van megcsinálva a filmben, hogy ez itt-ott visszaköszön, például így, hogy Marilyn Lovellék a nappaliban nézik a tévét a repülés során, és akkor jönnek ezek az előre fölvett interjúk, úgyhogy Tom Hanks ott valóban elmondja ezt a sztorit. Szóval ez is zseniális, és minden tényleg az egész, az irányító központot újraépítették. Ez nagyon érdekes, mert a NASA felajánlotta a Ron Howardéknak, hogy ők forgathatnak az eredeti Houston irányító központban, de kiderült, hogy ott azóta, bár már akkor nem használták 10 éve konkrétan azt a 2-es számú irányító központot, de például kicserélték a képernyőket, mert a 80-as években az űrrepülőgép programon még használták, és akkor mondták a Howardék, hogy ez nem az az állapot, senki nem vette volna észre néhány űrfanatikuson kívül, de azt mondták Ron Howardék, hogy ez nem az az állapot, ahogy ez 1970-ben kinézett, úgyhogy inkább fölépítették csutkára a Universal Studio területén az egész irányító központot teljesen realisztikusan, úgyhogy tényleg nem tudod megkülönböztetni a korabeli fényképektől azt, amit a filmben látsz. Ez is egy olyan dolog, hogy ez a mániákus figyelés ezekre az apró részletekre. Az elképesztő. Nagyon rendesen megcsinálták technikailag, arról nem is beszélve, hogy a szövegkönyv is rengetegszer egy az egyben az igazi repülésből átvett szövegkönyv. Houston bajban vagyunk. Például. Hát nem tudom, hogy volt ez magyarul. Ez volt talán az egyetlen, amiben belenyúltak. Konkrétan a filmben érdekes módon éppen másképpen van. Ugye eredetileg úgy hangzott a mondat, hogy Houston, we've had a problem, tehát itt a present perfect igeidő van használva, és a filmben meg az van, hogy Houston, we have a problem. Ezzel is inkább azt húzza alá, hogy most éppen van baj, az eredeti kijelentés kicsit úgy hangzik, mintha már volt itt egy kis problémánk, de már úrrá lettünk rajta. Ugye ez is, hogy miért így mondta Jim Lovell, az is egy hosszú történet. Hát valószínűleg azért mondta így, mert ez ilyen bevett pilóta szleng. Volt itt egy kis problémánk, már úgy kb. Túl is vagyunk rajta, tehát ez a macsó berepülő pilóta stílus, miközben persze tudjuk, hogy rohadtul nem voltak túl rajta, sőt, hát akkor kezdődött, szóval, ja. És maga ez a probléma, ugye ez az oxigén tartálynak a hibás tekercselése? Ez a duma hangzik el a filmben, azért a helyzet az nem így volt, de igen. De te látom, ügyes vagy, te is szó szerint idézed a film végét. Igen, igen. Viszont az csak egy faulty coiling, vagy faulty wiring in the oxygen tank, ez tényleg ez van az angolban is, de nem így történt igazából, egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet. A lényeg az, hogy egy olyan probléma volt ez, ami valóban 1966-ban nyúlik vissza, amikor azt a tartályt építették, és aztán ott volt mindenféle hiba, lejtették, megjavították, tesztelték, azt hitték,
érezték, hogy jól van, de eltörve maradt benne egy kis érzékelő, stb. Aztán túlvezérelték árammal, felforralták a kelleténél jobban. Ugye ez nem is maga egy oxigén tartály, hanem tulajdonképpen tüzelőanyag cella ez lényegében, amelyben előállított, amiben hidrogénből és oxigénből előállítottak hajtóanyagot, áramot, és mint egy melléktermékként vizet, ugye mind a három az nagyon fontos az űrrepüléshez, és hát ez a kis remek kütyű, ami az Apollo űrhajónak a lelke, hát ez az, ami sajnos ottan felrobbant, 1970. április 13-án, mikor máskor, és hát ebből lett ez a kis anomália, de hát fantasztikus volt, és eleve például az a jelenet, amikor a széndioxid szűrőt összeeszkábálják a Földön, tökre úgy tűnik, mintha ezt a filmhez találták volna ki, de nem, az pont úgy volt. A legdurvább, amikor mindenki azt mondja, hogy ez csak Hollywood lehet, amikor az indítás napján Marilyn Lovell, az űrhajós felesége, Kathleen Quinlan szintén azt hiszem, hogy vagy megkapta, vagy megérdemelte volna a legjobb női mellékszereplő Oscarát. Szóval ő, de az biztos, hogy jelölt volt, szóval, hogy ő például ott zuhanyzás közben beejti a jeggyűrűjét a lefolyóba a start napján. Na, erre mondja mindenki azt, hogy na hát ez izé csak Hollywoodnak, kiderül, hogy az pont úgy igaz, ahogy benne van a filmben. Szerencsére olyan DVD verzión van itthon, képzeljétek el, hogy audio trackként rajta van Jim és Marilyn Lovell audio kommentárja, úgyhogy végig kommentálják az egészet. És tényleg folyamatosan azt hallott Jim Lovelltől, hogy milyen realisztikus ez az űrhajó, meg hogy az egész lakásukat milyen jól megépítették. Tehát nem csak az űrhajót, nem, a Jim Lovellék házát teljesen realisztikusan a családi fotóalbum alapján megépítették. Szóval elképesztő. Ádám, nem érdekes az, hogy ez is áprilisban történt, mint ahogy a Főnix első útja is áprilisban lesz, és nem csak ez az egyetlen kapcsolat a Kapcsolatfelvétel című filmmel, hanem amikor ugye a Kevin Bacon karaktere Zweigert, így mondják a filmben, kijön az zuhanyból és megtudja, hogy ő fog beugrani, akkor találjátok ki, hogy milyen zene szól, bizony a Steppenwolftól ugyanaz a szám hangzik föl, mint a Főnix első útján, úgyhogy ez jelent valamit, ezt a számot egyenesen az űrbe írták. Egyébként az én szülőnapom is áprilisban van, úgyhogy ez biztos jelent valamit. Jó, szerintem az Apollo 13-ról egyébként akár egy külön adást is végig tudnánk beszélgetni, de azt javaslom, hogy térjünk rá az első helyezettünkre, ami talán egy kis meglepetés lesz, legalábbis abból a szempontból, hogy számomra is az volt, mikor ezt a listát állítottuk össze. Számomra is, de egy olyan film legyen az elején, amit még nem láttatok, de nézzerek meg, mert lehet róla beszélgetni, aminek pedig az a címe, hogy Szaljut 7. Ez ismét egy orosz film, és még egyszer, ez egy szubjektív érdekességi lista, hát azt hiszem mindhármunknak most már bevallottuk, hogy az Apollo 13 az örök kedvenc, de ami miatt mégis ide került a Szaljut 7, az, hogy bizony egy olyan űrrepülésre világít rá, ami tényleg az egyik legkalandosabb, és méltatlanul keveset lehet róla tudni. Tehát eddig mindent, amiről beszélgettünk, azokról az űrrepülésekről azért úgy tudogatnak az emberek, beleértve még Alexej Leonov űrsétájáról is, viszont egy méltatlanul elfeledett hőseposzt tulajdonképpen a Szaljut 7 űrállomás életre keltése 1983-ból, ami tényleg a űrkutatás történetének egyik legizgalmasabb aspektusa, és ahhoz képest meg alig tudnak róla. Úgyhogy már csak azért is betettük az első helyre. A Szaljut 7 űrállomás, az a szovjetek űrállomása volt, ugye Farkas Berci a Szaljut 6-on volt, és akkor meg az összes Interkozmos űrhajós a Szaljut 6-on volt. A Szaljut 6 és 7 nagyon hasonlítottak egymásra, szinte identikus űrállomásokról beszélünk. Ezért volt az a korábbi utalásom, hogyha Farkas Berciről készülne film, akkor ahhoz minden díszlet, meg minden gyönyörűen már megvan építve Moszkvában, ha csak nem szedték szét. Remélem azért több eszük volt a moszfilmes srácoknak, és nem szedték szét. Ugye tavalyi vagy tavaly előtti a film, talán 2017-es. 7-es, igen. És hát fantasztikusan megépítették a dolgot, miről van szó. Ugye 83-ban volt emlékeim szerint a Szajusz T-13 repülése, amikor ezt a Szaljut 7 űrállomást fel kellett éleszteni. Miért? Egy korábbi repülés során az történt, hogy egy 235 naposra tervezett repülést után félbe kellett szakítani az egyik űrhajósnak a prosztata problémája miatt. Ez a Valeri Vasyutyin nevű űrhajós volt, akire azóta haragszanak az űrorvosok szerte a világon, mert hogy neki volt mindenféle
tünete, ez nincs benne a filmben, ez csak én mesélem, tehát volt neki mindenféle tünete, amiket titokban tartott, hogy majd kiheveri, és aztán oda... Úgy ment föl. Úgy ment föl, mindenit. És úgy ott fordult súlyosra a helyzete. És aztán idő előtt haza kellett jönnie, és az űrállomás meg ott maradt lakatlanul, és aztán nem csak lakatlanul maradt, hanem egy nap orientációs szenzor hibája miatt meg nem tudta a nap felé fordítani a napelemeket, és aztán egy idő után lemerültek az aksik, és utána már a Földdel automatikus üzemmódban sem tudott beszélgetni, tehát gyakorlatilag irányítatlanul és kommunikáció nélkül sodródott a lakatlan Szaljut 7 űrállomás, és akkor kellett megmenteni az egyébként Vladimir Dzsanibekov és Leonid Kizim űrhajósokból álló csapatnak az űrhajót, az űrállomást, a Szajuz T-13 fedélzetén indultak azzal a céllal, hogy összekapcsolódjanak a halottan sodródó űrállomással. Ami szintén már önmagában az összekapcsolódás egy irányítatlan dologgal, az egy elég durva dolog, és főleg úgy, hogy az oroszoknak egyébként egy aktív kapcsolórendszerük van, vagy egy aktív megközelítő radarrendszerük van, tehát mind a két irányból rádiókommunikáció kell a sikeres dokkoláshoz, vagyis a távolságméréshez, hiszen a távolságmérés nélkül nem lehet egy összekapcsolódást levezényelni, és a távolságméréshez pedig természetesen a rádiójelek futási idejét használták. De hát, itt kérdezném meg, hogy a filmben látható dokkolás, ami úgy csettintésre megy, hogy gondol egyet a Fyodorov, és akkor na most én megcsinálom, az úgy mennyire életszerű dolog, hogy ott pörög össze-vissza az a szar, és akkor ő egyből a közepébe beletalál. A pörgés az el volt túlozva a filmben, de az alaphelyzet az igaz, és az is igaz, hogy egy kézi lézeres távolságmérővel dolgoztak, amit itt próbáltak ki először. És nyilván az túl volt dramatizálva az a jelenet, amit mondasz. De ez jó, hogy mondott, hogy Fyodorov, hiszen az előbb mondtam, hogy az űrhajósokat Vladimir Dzsanibekovnak és Leonid Kizimnek hívták, és a filmben egyébként az összes szereplővel azt csinálták az oroszok, hogy megtartották a keresztnevüket, de a vezetéknevüket lecserélték, tehát Fyodorov nevű űrhajós nem volt, hanem ő valószínűleg neki a Dzsanibekov az eredetje. Ugye fun fact, hogy a Vladimir Dzsanibekov, aki egyébként ötször repült az űrben, többek között a mi magyari Bélánk parancsnoka is volt, vagyis lett volna, hát ők voltak a tartaléklegénysége, Farkas Berci, ugye a Kubászov Farkas Bertalan párosnak, a Vladimir Dzsanibekov magyari Béla páros volt a tartaléka, és hát Dzsanibekovval nekem is volt szerencsém találkozni többször, és fantasztikus, fantasztikus fazon, és még mindig él, úgyhogy Isten éltesse sokáig Vladimir Dzsanibekovot, tényleg a szovjet űrprogram egyik hősét. Tehát összekapcsolódtak, és utána valóban tényleg fagy volt, tehát tényleg az kicsit, hogy milyen mennyiségben, az nyilván a filmben túl van hatásvadászva, hogy milyen szinten volt befagyva ott az összes panel, de tény, hogy hó csapódott ki a panelleken, annyira hideg volt, hogy tényleg ilyen prém ruhákban kellett dolgozni az elején, föléleszteni az űrállomást. De gyönyörű a film, tehát itt jegyezném meg, hogy ennek az ábrázolása elképesztő, tehát minthogyha egy hollywoodi produkciót néznénk. Igen, nagyon rendesen megcsinálták az oroszok a CGI-t, azt kell, hogy mondjam, és egyébként még az elején is, ugye például láttunk űrsétát is, ugye ott láttuk például Svetlana Szavickájának megfelelő, ott is ugye Svetlana, azt megtartották, de a Szavickája nevet lecserélték valami másra, de hogy az orosz űrhajós nő űrsétáját, ami korábban ugyanezen az űrállomáson történt, azt is mutatja a film, ugye valójában Svetlana Szavickája volt a második űrhajós nő, és a második orosz. És az első olyan, aki űrsétát hajtott végre. Szóval ő is benne van a filmben, azok a jelenetek is gyönyörűek. Na most, ami itt túl van tolva, és egy kicsit megmosolyogtató, az az amerikai katonai vonal, hogy mi szerint ugye ilyesmi jelenik meg a filmben, teljesen alaptalanul egyébként, hogy az amerikaiak az űrrepülőgéppel kihasználták volna, hogy sodródik ez a Szaljut űrállomás, és oda repültek volna hozzá, és begyűjtették volna. Betették volna oda. Igen, ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire reális, hogy ők dörzsölik a tenyerüket, és akkor pont akkora a raktér, hú, az oda pont be fog férni, és akkor így gyorsan így elrakják, és amikor elrakják, akkor utána mit csinálnak vele, hazaviszik, vagy mi volt ebben a film szerint nyilván, de valójában nem volt ilyen terv, és azt is hozzátenném, hogy teljesen más pályahajlás szögben repült a Szaljut 7, mint hogy egyébként az űrrepülőgéppel
a Kennedy űrközpontból meg lehetett volna közelíteni. Tehát nem tudtak volna integetni, úgy, mint ahogy a film végén. Nem, ezt, vagy nem, tisztelegni, arról bocsánat. Nem is beszélve, igen, arról nem is beszélve, hogy egyébként az volt, ugye akkoriban tényleg voltak a Védelmi Minisztérium által szervezett titkos shuttle repülések, ami azt jelenti, hogy mindenki tudta, hogy fönt van a shuttle, meg azt is tudták, hogy kik az űrhajósok rajta, olyan értelemben volt titkos, csak azt nem tudták, hogy mit csinálnak. Tehát maga a kutatási program volt az, ami titkos katonai program volt. Nem egyszer, egyébként ez ilyen Hubble űrtávcső méretű és alakú katonai műholdak pályára állítását jelentette, és egyébként valóban annyi igaz, hogyha megnézitek a méreteket, akkor a napelem táblák nélkül a Szaljut 7 űrállomás az valóban befért volna az űrrepülőgép rakterében. Az már egy kicsit idegesítő és béna, hogyha már ilyen rendesen megépítik az űrhajó modelleket, akkor például annak utána nézhettek volna, hogy az amerikai űrrepülőgép az nem tud úgy repülni az űrben másfél óránál hosszabb időt, hogy nincs nyitva a raktere. Tehát ott a filmben, amikor átintegetnek az amerikaiak, akkor jól emlékszem, hogy egy csukott rakterű amerikai űrrepülőgépet látunk. Most ne felejtsük el, hogy a raktérajtók egyébként radiátorok, amik hőleadó felületként viselkednek az űrrepülőgépen. Úgyhogy ha az első földkörüli fordulat során nem sikerül azokat az ajtókat valami miatt kinyitni, akkor az űrrepülőgépnek azonnal vissza kell térni, mert különben úgy felforrósodna, hogy szétmenne az egész kóceráj. Szóval ez például egy kis technikai hiba, meg hát volt benne, tehát ez az egész kalapácsos napszenzor szerelős buli, ez teljes egészében légből kapott, tehát a Szaljut 7 problémájának az elhárításához valójában nem volt szükség űrsétára. Tehát az mindez a dramatizálást jelenti, és egyébként persze nem véletlen, hogy emiatt voltak aztán cserélve az űrhajósok vezetéknevei is. Tehát ez tipikusan egy olyan történet, amire azt lehet kiírni, hogy megtörtént események alapján készült fikció. Érdekes az IMDb a film rövid leírásában az űrhajósoknak, a kozmonautáknak az eredeti nevét jeleníti meg, tehát úgy, ahogy te mondtad, viszont ugye a stáblistán van már a fiktív keresztnevekkel jelenik meg ez a, vagy vezetéknevekkel jelenik meg ez a dolog. Tehát azért benne van a valóságot is vállalja valamennyire, de azért teljesen nem. Amennyiben tudatos volt azért ilyen értelemben ennek a filmnek az elkészülte, annyiban azért az alkotók is jelezni akarták, hogy igen, ez egy történelmi ihletésű produkció, mint a Szulejmán, de hogy azért van benne bőven, hát ha nem is Hollywood, de hogy mindenféle olyan szál, ami a valóságban nem történt meg. Igen, de egy csomó minden, meg ilyen pici módon, tehát miközben a történetben ilyen rengeteg Hollywood-szerű elem van, de mégis ezek a kis apróságok, azok realisztikusak. Például az egyik kedvenc jelenetem, amikor a repülésről hazatért űrhajós, az kinnál az erkélyen, és egyszer csak elengedi a kezéből a poharat, és a pohár az lepottyan, hiszen és egy macska volt hónapokig. Nyávog, amikor ez megtörtént, mint a rajzfilmekben. Igen, ugye, mert hogy hónapokig fent voltak az űrhajósok, és hozzászoktak a súlytalansághoz, és bizony ez a hosszú távú űrrepülések után nagyon sok űrhajós tényleg beszámol erről, konkrétan erről, hogy poharakat törnek össze, mert egyszerűen elejtik a dolgokat, mert hozzászoktak, hogy nem estek le. Úgyhogy és vannak ezek az apróságok, és tényleg a 80-as évekbeli irányítóközpontot és a Szaljut űrállomás belsejét meg minden tényleg olyan jól megépítettek díszletileg, hogy erre mondom, hogy ha ezek még megvannak, akkor ez egy spin-off sorozatért kiállt. Tehát itt térnék ismét vissza ahhoz, hogy a Farkas Bercis vagy egyéb interkozmoszos filmnek a leforgatásához ez ideális környezet lenne, úgyhogy tök jó lenne. Én már egy sorozatban gondolkodom amúgy, mert hogy nem csak az űrhajósokat kéne itt megmutatni, hanem a mérnökök meg a kutatók nem egyszer zseniális, óriási történeteik vannak egyébként. Fantasztikus, óriási, jópofa, tényleg izgalmas történetek arról, hogy hogyan jöttek létre ezek az űreszközök és űrrepülések milyen nehézségek árán. Szóval szerintem tök jó lenne egy ilyen. Úgyhogy tulajdonképpen ezt is jelezzük talán azzal, hogy a Szaljut egyet betettük az öt elejére. Ilyen Lower Decks sorozat. És hát igen, szóval ez lett az első. Még a második az Apollo 13, a harmadik az Első ember, a negyedik a The Spacewalker, és az ötödik az Igazak,
Ezzel pedig véget ért toplistánk, de hamarosan személyesen is találkozhatunk. Április 5-én az ingyenes űrszekerek közösség találkozón a Volt 51-ben, Budapesten az utca 51-ben az Oktogonnál. Április 11-én pedig az eseményen készült beszélgetéssel jövünk itt a Parallaxis Podcastben. Engem így most egy kis ideig nélkülöznötök kell, hiszen a műsorvezetők ezúttal Szórádi Erika, Csaba és Miklós lesznek. Mikről fogtok beszélgetni ott a közönség találkozón? Hát, hogy ki van odakint, és ennek a valószínűsége, meg az esélyei, ugye? Így van, a kapcsolatfelvétel napja az remek alkalmat teremt arról, hogy elmélkedjünk arról, hogy milyen a földön kívüli civilizációk kialakulásának az esélye, és hogy várhatjuk-e, hogy ténylegesen kapcsolatba lépünk velük, vagy ha eddig nem, akkor az miért nem történt meg? És hol van mindenki, ahogy ezt Fermi kérdezte, ez a Fermi paradoxon, 50-es években egy Los Alamosi menzán megkérdezte Teller Edét és a többieket, hogy ha tényleg mindenki tudna űrhajót építeni, és tényleg itt az a sok 100 milliárd csillag a tejútrendszerben, akkor hol van az összes többi? Miért nincsenek itt? Hát, vagy itt vannak, vagy itt voltak. És mit mond erről a tudomány? Hát valami ilyesmit fogunk körbejárni terveink szerint. Így van, április 5-én tehát az ingyenes űrszekerek közösség találkozón a Vault 51-ben, avagy április 11-én itt a szokásos Parallaxis Podcast epizódban. A rendezvény egyébként impulzus kerekasztal is lesz, hogy egy kicsit nyomjam a keresztpromóciót, a vendég pedig Szélesi Sándor, vagy Anthony Sheenert, sokszoros díjas sci-fi és fantasy író, forgatókönyvíró, akivel az Impulzus Countdown nevű visszaszámlálós podcastben is beszélgettünk, ez március 30-ától lesz elérhető az impulzus.emtv.hu oldalon, ahol egyébként a hetente megjelenő epizód kibeszélőket is megtaláljátok. Köszönöm szépen Miklósnak és Csabának, valamint Tóth Dorottyának, Holnándornak, Láng Balázsnak és Barátáronnak, hogy hozzájárultak a műsorhoz, és köszönöm megtisztelő figyelmeteket nektek, hallgatóknak is. Találkozunk tehát április 5-én a Vault 51-ben, addig pedig kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az emtv.hu és az űrszekerek tudományos híreit a parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az űrszekerek megbízásából készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.